Tisztelt Országgyűlés! Mielőtt belevágnék a előttünk lévő jogszabálynak az érdemi vitatásába, Nacsa képviselő úr mondott egy-két megmosolyogtató gondolatot az előzőekben. Ugye egy olyan pártszövetségnek a képviselője veszi a szájára a demokrácia, illetve a demokrata szavakat, amely pártszövetség önkényuralmi eszközökkel, saját pártkatonákkal árasztja el a magyar demokrácia, a magyar jogállamiság különböző intézményeit, egészen a legfőbb ügyészi hivataltól a közmédia kuratóriumig bezárólag. Tehát öntől, köszönjük szépen, de nem fogadunk el semmilyen demokráciára vonatkozó kioktatást, de egyetlen demokrata szövetség van ebben a parlamentben, az önökkel szemben ül. Ami pedig magát a kormányt illeti, a Magyarország előtt álló feladatok megoldására, illetve a hazánk előtt álló kihívások kezelésére Orbán Viktor új kormánya nem alkalmas. Ez részben a zavaros struktúra, a hiányzó funkciók miatt van így, részben pedig azért van így, mert a következő kihívásokban, a következő években olyan kihívásokkal kell hazánknak szembenéznie, amikkel az elmúlt 32 évben, vagyis a rendszerváltás óta még soha nem kellett. A Momentum ezért támogatni fog minden olyan javaslatot, ami Magyarországot megvédi, ami a hazánkat építi, ami ezt az országot jobbá teszi, de ellenezni fogunk minden rossz megoldást. Ez a kormány azonban egy rossz politika folytatása, ezért nem támogatjuk ezt a kormányt, és a korrekcióját kérjük. Azt is ki kell mondani, hogy Magyarország problémáinak jelentős részéről nem Orbán Viktor és nem a Fidesz tehet. Másokról viszont igen, az pedig 12 éve a teljhatalom kizárólagos felelőssége, hogy miként igyekezett megelőzni a veszélyeket, illetve hogyan reagált a felmerülő problémákra. Nem felelős a Fidesz a globális ellátási láncokban bekövetkező problémákért, ami az infláció jelentős részét okozza, de felelős azért, hogy Magyarországon súlyosabb a pénzromlás, mint a környező országokban, itt Európában. Márpedig az infláció az nem csak a 10 milliós, vagy éppen 10 milliárdos megtakarításokat sújtja, bár utóbbiak esetében önök többet tudnának nekünk mesélni, hanem egy 150 ezer forintot kereső kezdő pedagógusnak vagy ápolónak óriási életszínvonal romlást jelent az infláció. Eleve szégyen persze, hogy ma ezen hivatásokat gyakorló honfitársaink ennyit keresnek. Ez legalább 12 év kormányzásának szégyene legalább. Aztán nem tehet a Fidesz az ukrajnai háborúról, de a Momentum és azok a magyar választó polgáraink, akik tisztában vannak a 20. századi magyar történelem tragédiáival, okkal bírálják és bírájuk a kezdetektől az Orbán kormányok Putyin barát politikáját. Kevés, nagyon kevés, hogy a nyílt orosz barátság a háború kitörésével lavírozássá szelidült. Az is megmosolyogtató számunkra, hogy az első igazán egyértelmű mondatot a háborúval kapcsolatban múlt szombaton hallottuk Novák Katalin szájából. Vajon Orbán Viktor miniszterelnök miért nem meri kimondani, kérdezem önöket, miért nem meri kimondani az önök miniszterelnöke, hogy nem vagyunk semlegesek, és hogy elítéljük az orosz hadsereg ukrajnai népirtását, egy olyan országban zajló népirtást, amiben magyar honfitársaink is élnek? Felelősség terheli a magyar kormányt azért is, hogy nemzetközi szinten épp a háborús agresszor melletti kiállás és a 12 éve konzekvensen folytatott Európa ellenes politika miatt, tehát hogy hazánk, Magyarország az elszigetelődött. A brüsszeli pénzbőség, a szárnyaló európai gazdaság mellett az európai vezetők elnézték önöknek, hogy a magyar polgároknak szánt eurócenteket, vagy eurócentekből önök, illetve az önök oligarchái, az önök pénzemberei luxus objektumokat, kastélyokat, vadászházakat építettek, ahelyett, hogy kórházakra, iskolákra és munkahelyekre fordították volna ezeket a forrásokat. A Momentum európai képviselői 3 évvel ezelőtt azzal a mandátummal mentek Brüsszelbe,
hogy ezen változtassanak. Hogy az uniós pénzeket hazahozzuk, mert most ezek nincsenek itt, önök miatt, hogy az uniós pénzeket hazahozzuk, és azokat a magyar emberek és a magyar vállalkozások boldogulására és fejlesztésére fordítsuk, és ezen is fogunk dolgozni a következő években. Amikor az új kormányról szavazunk, arról is dönteni kell, hogy képes-e ez a csapat egyáltalán hazahozni ezeket az uniós forrásokat az utolsó eurócentig. Értsük jól az Orbán Viktort győzködő uniós vezetők gesztusát. A magyar polgárok a túszok, az európai vezetők pedig a túsz tárgyalók, akik megpróbálják a fenyegetőző magyar miniszterelnököt, az önök miniszterelnökét jobb belátásra téríteni. Felelősség terheli a kormányt azért is, mert van egy csak ránk jellemző válság, egy úgynevezett jövőválság Magyarországon. Az elmúlt 12 év egyértelműen kudarcos területe, ezzel talán még önök is egyetértenek, de az biztos, hogy a Magyarországon él összes választópolgár, igen, az az oktatás és az egészségügy. A magyar közoktatás rendszerét kizárólag az alulfizetettségük ellenére elhivatott iskolai dolgozók és pedagógusok tartják össze. Magyar specialitás már hungarikum lett a minden szakot helyettesítő tanár és a papíron gyerekfelügyeletnek hazudott tanóra. Meg az a pedagógus életpályamodell, ahol valódi dilemmává válik, hogy valaki a tanítás mellett a mestertanári minősítést, vagy egy takarítói mellékállást célozzon meg, ha több pénzhez szeretne jutni. Aztán felelős az elmúlt 12 év azért is, hogy a Fidesz kormány saját szerve, az úgynevezett Állami Népegészségügyi Központ 2013-as jelentése szerint 2 év alatt egy közepes városnyi magyar, körülbelül 32 ezer magyar ember halt meg azért, vagy hal meg azért folyamatosan, mert rossz minőségű az egészségügyi ellátás, amiért önök 12 éve felelősséget vállalnak. Tehát még egyszer, ezt nem én állítom, hanem ezt az Orbán kormány állítja saját magáról. Ezt önök állítják saját magukról. Azóta ezek a számok valószínűleg nem javultak, bár hozzátenném, hogy több ilyen jelentés nem készült, nem nehéz kitalálni, hogy miért nem. Higgyék el, mi nem a nemzetközi giga sportrendezvények ellen jöttünk létre, de nehéz azt belátnom, hogy hogyan képesek önök vizes VB-re meg Giro d'Italia-ra szórni a közpénzt, miközben ennyi magyar honfitársunk hal meg évről évre az önök felelőtlensége miatt, és ennyi gyerek jövőjét teszik önök tönkre, illetve veszik el annak lehetőségét az oktatás alulfinanszírozásával. Nem tudom, de sejtem, hogy ez az egyik oka, hogy még csak külön felelőst, külön minisztert sem szántak ezekre a feladatokra. Én nem bánom, hogyha önöket megsértem ezzel, akkor is ki fogom mondani, hogy önök nem egy kormányt igazolnak le, hanem tucatnyi személyi titkárt Orbán Viktor mellé. Ez a kormány és ez a szerkezet nem képes megoldást találni az oktatás és az egészségügy, az elszabaduló infláció, a szomszédunkban zajló háború és az államadósság problémájára sem. Ugyebár oktatási és egészségügyi minisztériumot eleve nem találunk ebben a szerkezetben. Persze nyilván én is tudom, hogy egy önálló minisztérium sem mindig garancia magára a sikerre, de kérdezem én önöket, kormánypárti képviselőtársak, hogy biztosan jó ötlete egy nulla egészségügyi tapasztalattal rendelkező korábbi rendőrfőnökre bízni annak a területnek az irányítását, ami 2 évtizede a legnagyobb válsággal küzd Magyarországon. Mi az oka annak, hogy 2 külön minisztérium foglalkozik közoktatással, illetve felsőoktatással, mintha nem a mai általános iskola alapozná meg a középiskolások és az egyetemistáknak a jövőjét. Az pedig egyenesen ijesztő látni, hogy a szociális terület, tehát a szegénység felszámolása is Pintér Sándor alá kerül. Kérdezem önöktől, miféle társadalmi mobilitást lehet elérni gumibotokkal? Vagy küld majd a belügyminiszter nevében egy SMS-t, hogy kérjük, üljön át egy másik társadalmi osztályba. Nagyon jó lenne, ha az Orbán kormány leszámolna végre azzal, hogy a szegényeket üldözi a szegénység helyett. Nem igaz, hogy akinek semmilyen nincs, az annyit is ér.
József Attilának, vagy a gyufát feltaláló Irinyi Jánosnak, vagy Csontvári Koszka Tivadarnak soha nem volt semmije, de örökségük óriási, és többek között rájuk is büszkék lehetünk ebben a nemzetben. Tisztelt Országgyűlés! Egy pandémia után egy elhúzódó háború szomszédságában az új kormány közel fele 6 tárca foglalkozik gazdaságpolitikával. Mintha önök semmit nem tanultak volna az elmúlt 2 évből. Minek kell történnie, kérdezem önöket, bár miniszterelnököt kéne, hogy Orbán Viktor legalább a saját embereiben meg tudjon bízni. Tényleg mindennél fontosabb, hogy egyetlen fideszes politikus se emelkedhessen a miniszterelnök fölé? Hogy fog ez a kormány így működni? Tehát ha például egy miniszter csökkenteni szeretné a kis vállalkozásokra terhelő terheket, és ezt egyébként megjegyzem, mi támogatnánk, hogy viszi át a másik 5 gazdasággal foglalkozó tárcán? Ilyen szerkezetet a Momentum frakció nem tud támogatni. És vannak rossz személyi döntések is, amikről muszáj szót ejteni. Szerintem még Pintér miniszter úr is egyetért velem abban, hogy nem jó ötlet arra az emberre bízni a polgári titkosszolgálatok működtetését és a korrupció ellenőrzését, aki a letelepedési kötvénybizniszt hozta tető alá. Ugye itt Rogán Antalról beszélünk, és arról a programról, amely megengedte nemzetközi bűnözőknek, köztük a saját népét vegyi fegyverekkel bombázó szíriai elnök táskás emberének és egyéb potenciális külföldi kémeknek, hogy Magyarországon magyar állampolgársághoz jussanak, itt letelepedhessenek és itt élhessenek. Ez szégyen. Az pedig elképesztő, hogy honvédelmi miniszterré nevezhető ki valaki, akinek közvetett érdekeltségei vannak a hadiiparban. Mindezek alapján a Momentum ezt a kormányt nem támogathatja és nem is támogatja. Ha egészségügyi dolgozók vagy pedagógusok fizetésének emeléséről, vagy a nyelvoktatási programokról, a kisvállalkozások adóinak csökkentéséről, digitalizációról, ne adj Isten környezetvédelemről nyújtanak majd be az új kormány tagjai javaslatokat, azokat támogatni fogjuk. Ha ilyen javaslat érkezik, akkor fogunk mi még együtt szavazni, kedves Láng képviselőtársam, de amíg ez nincs így, addig nem. Ezt a kormányt nem tudjuk jóváhagyni, alkalmatlan tehát a legfontosabb feladatok ellátására és a legnagyobb veszélyek elhárítására. Hihetetlen teljesítmény az is, hogy sikerült egy olyan kormányt összerakni, hogy még annak sem lehet szívből örülni, hogy legalább Kásler Miklós megbukott. Én nem vagyok a pártpolitika ellensége. Én magam is pártot alapítottam, pártot építettem, és egy párt frakciójának vagyok itt a parlamentben a frakció vezetője. De elsősorban Magyarország politikusa vagyok, a magyarokat és Magyarországot szolgálom, és csak másodszorban vagyok a Momentum politikusa. Önöknél láthatóan ez fordítottan szokott működni, ugyanis ennek a kormánynak az összetételénél szemmel látható, hogy a fideszes hatalomkoncentráció és a fideszes hatalom megosztás volt a kialakítás legfőbb szervező elve, nem pedig Magyarország elsődleges érdeke. Erre pedig a Momentum frakció nemmel fog szavazni. Köszönöm szépen a figyelmüket!